A gyógyszerészet hajmeresztő titokzatos fejezetéről tanulhattak azok, akik ellátogattak a Fekete-Sas Patika Múzeumba. Az Antropofág medicina az ember mint gyógyszer című előadáson az érdeklődők megtudhatták, hogyan állítottak elő orvosságokat emberi testrészekből. Az antropofág medicina igazából azt jelenteni, hogy az ember fogyasztása a gyógyászati céllal. Már az őskorban megjelent az igény arra, hogy elfogyasztjuk embertársainkat, tudom, ez egy kicsikét furcsán hangzik, viszont a jelenlegi kutatások alapján ez inkább rituális célú kannibalizmus volt, nem csak az emberre jellemző, hanem a neandervölgyi embernek is nyomai vannak arra, hogy kannibalizmussal is él, de ez inkább egyfajta temetési szertartás volt. Egyes belső szervek pedig, mint például az agyvelő, a vér, csodaszerként használt összetevőnek számítottak a gyógyszer készítés során. Ezek beszerzése sem volt hétköznapi, kivégzett bűnözők vagy háborúban elesettek testrészei gyűjtötték ilyen célokra. Alapvetően úgy tudtuk, hogy ugye nőkből általában, tehát nők maradványát nem használták fel a gyógyszer készítésre, de a boszorkányok kivételt képeztek, és létezik egy olyan nevezetű szer, hogy múmia patibuli, ami a boszorkány múmiát jelentette, és porrát törve bizony ezt is el lehetett fogyasztani, mint egészségjavítószert. Szima Viktória következő előadása januárban lesz, amelyen szintén gyógymódokról lesz szó. Akkor a szerzetesek gyógyító tevékenységét ismerhetik meg a látogatók.